Pár percet ért véget a mérkőzés, nem tudom, hogy mennyire vagytok elégedettek összességében ezzel az egy ponttal. Én azt gondolom, nem lehetünk elégedettek az egy ponttal, ami a feljutás a cél, tehát innentől kezdve nekünk minden mérkőzést meg kell nyerni. Ezzel nem lehetünk elégedettek. Úgy tűnt, hogy sokkal több helyzetetek volt, gyakorlatilag végig uraltátok a találkozót, de valahogy azért a Békés Csabai kontrák elég veszélyesre sikeredtek sokszor. Ezek védelmi kihagyások voltak, vagy pedig valami más volt az oka annak? Hát inkább én azt gondolom, hogy erre készültünk, hogy azért alakítsuk ki a helyzeteket, Mester is felhívta a figyelmet a szélről, beadásokra, hogy többet adjunk be, érkezünk a kapu elé. Hát most az, hogy a Békés Csaba kontrázott, hát azt gondolom, hogy ez benne van a játékban, tehát ez... Hát azért mindenkiben benne volt a bizonyítás, mint ahogy látszott, hogy voltak olyan helyzetek, amiben azért lőttünk 25-30 méterekről. Lehet, hogy néha indokolatlanul, de ettől függetlenül azért erre készültünk, hogy minden áron lőni kell, beadni a labdát, begyötörni a kapu elé, és valami történjen. Kapott gólnál mi történt? Úgy látszott, hogy Majoros Árpád nagyon jól eltalálta a labdát. Hát igen, bevágta kőkeményen. Hát annyi történt, hogy lemaradtunk egy ütemmel, takarásba jött a lövés, meglepett. Utána viszont volt itt például a második fél időben is egy hatalmas bravúrod a végén, ami gyakorlatilag az egy pontot hozta, arra hogy emlékszel vissza? Hát én azt gondolom, hogy nem kell kiemelni senkinek, úgymond a teljesítményt, azért vagyunk, ezért dolgozunk, hogy egységesek legyünk. Most az, hogy valakinek van, nekem például egy védésem, vagy más lő egy gólt, én azt gondolom, hogy egy csapatként kell mennünk, csinálnunk, küzdenünk és hajtanunk, és csak ez vezet eredményre. Miben kell javulni, hogy az ilyen meccseket be lehessen húzni? Kell ez egy kis rutin is, hogy az olyan mérkőzéseken tudjuk érvényesíteni a fölényt, ahol gyakorlatilag végig uraljuk a játékot? Hát én azt gondolom az utolsó momentum mindig, hát a gól az, ami hiányzik természetesen. Köszönöm szépen.